Tartalmas perceket tölthet el az, aki ellátogat a karcagi köves darálóba. A malom történeti kiállítás karcagon a út 18 szám alatt található. A köves daráló kiállító hely két fűrészből áll. Magából az örlő helyből és egy malom történeti gyűjteményből. A köves daráló fontosabb elemei. Maghajtás szíjjal, villanymotor segítségével. Termék továbbító garat, felvonó elevátor kövek, álló, mozgató távolsági beállítóval. Ezek közé kerül a daráláshoz szükséges termény, a kukorica, a zab, az árpa. Kegyér gabonát, búzát, rossz sem a háború előtt, sem a háború után nem lehetett darálni. Ez a városban működő örlőmalmok feladata volt. Az örlemény rögzített zsákba került. Ez lehetett kisebb vagy nagyobb dara, attól függően, hogy a daráltató milyen állat etetéséhez használta fel. A helyiségben található egy mázsa, amelyen a mester a darálás előtt lemérte a hozott terményt. Súlyok, véka, kanál, könyv, amelyben rögzítették a daráltató nevét, címét, a behozott termény mennyiségét, kiírásokat, például vámért vagy pénzért történt örlést. Az anyagmozgatáshoz Molnár kocsi, valamint a javításhoz szükséges szerszámok és satúpad is található.